Sziasztok, ninják, sziasztok, harcosok, sziasztok, túlélők, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Ahogy tudjátok, mi mindig ilyen toxikus vonásokról beszélgetünk, toxikus vonásokról, amelyek a kapcsolatokban előfordulnak, és akinek ez a téma tetszik itt ezen a csatornán, az iratkozzon fel, ha még nem tette meg, vagy pedig, hogyha ez a videó tetszik, akkor adj nekünk egy lájkot, és aki anyagilag is szeretné támogatni a csatornát, az nyomja meg a csatlakozás gombot itt a videó képernyője alatt. És nagyon köszönök minden anyagi támogatást, mert ez egy hatalmas bizalom, amit felénk mutattok itt a csatornán. Köszönök minden bizalmat, köszönöm a megosztott sztorikat, már többen jelentkeztetek megint interjúkra, úgyhogy haladunk előre, mert igazán szuper történetekkel jelentkeztetek, szeretnétek bemutatni a saját megélt tapasztalataitokat. Szóval, nagyon köszönök mindent, és köszöntöm az új feliratkozókat, az új ninjákat, az új tagokat, az új kommentelőket. Szuper ez a csatorna, hogy ennyi kollektív tudásból tudunk itt meríteni, és ugye, ahogy itt bolyongunk előre az utunkon, a tökéletesedés felé, még nem vagyunk tökéletesek, de egyszer csak elérkezünk arra a pontra, amikor magabiztosak leszünk, és tényleg tudunk határokat húzni, meg jobban látjuk a szituációnkat, addig is együtt haladunk, együtt bolyongunk ezen az igazán nehéz és megpróbáltató ösvényen. De el fogunk jutni a célig, higgyetek ebben, mert ez így lesz. Már nagyon sokat okosodtatok, látom ugye a kommentek kaliberén. Na, ma érdekes dologról fogunk beszélni, mivel mindig érdekes dologról fogunk beszélni, meg beszélgetünk ezen a csatornán. Ma a határokról fogunk beszélgetni. Nem az országhatárokról, hanem a pszichológiai határokról, amelyek végeredményben, hát ilyen országhatárokhoz is lehet hasonlítani, mert ugye nekünk van egy lelki világunk, egy lelki belső országunk, hogyha így mondjuk, amit védünk, és ugye barikádozni kell magunkat azoktól a káros hatásoktól, ami minket érhet, és ér is sajnos napi szinten sokszor is. És erre szeretnék nektek egy példát mondani, ami velem most pénteken, azt hiszem pénteken történt pontosan, a Facebookon. Hát sajnos, és későn kapcsoltam, kitöröltem azt a kommentet, meg azt az egész posztot, amivel engem megajándékoztak a Facebookon, pedig nem kellett volna, de későn kapcsoltam, hogy milyen szívesen bemutattam volna nektek egy igazán kártékony, toxikus viselkedést. Ezt az egyik barátom, aki tette, aki ezt posztolta, csak úgy adhok az én Facebook oldalamra. Na, akkor elmondom nektek a történetet, és ez végül is beletartozik már abba a szegmensbe, amit szeretnék elindítani, és amire várom a jelentkező történeteket, hogy én vagyok az idióta. Tehát most elmondom nektek a sztorit, és kíváncsi vagyok, hogy ti mennyire értetek, vagy nem értetek egyet azzal, amit én tettem. Péntek van, csinálom a dolgomat, és egyszer csak kapom a telefonomon az értesítést, hogy egy fiú, nevezzük Alexnek, ugye ez nálunk már egy ilyen klassz név, ami bevált, szóval, hogy Alex valamit felrakott az én Facebook oldalamra. Általában én ezt nem szoktam megengedni, tehát letiltom ezt, hogy bárki oda rakosgasson dolgokat a Facebookomra, de ugye volt a születésnapom, anno, és akkor megengedem, ugye, hogy jó kívánságok jöjjenek, és szerintem elfelejtettem ezt levenni, ezt a megengedő faktort itt a Facebookon. Szóval egyszer csak látom, hogy Alex rárakott valamit, posztolt valamit az én Facebookomra. Hát mit áld Isten? Egy szőkenős viccet. Na most ez a vicc, hát ez most hosszú vicc, most nem akarok ebbe így belemenni, nem is vicc szerintem, hanem kifigurázza természetesen a szőkenőknek a kognitív képességeit, az IQ-ját, a tudását, a józan eszét, stb. Na most ugye én, mivel szőkenő vagyok, nem nagyon komálom ezeket a dolgokat, megmondom őszintén, rettentően degradálónak tartom, és halmozottan tartom, két okból degradálónak, egy ugye a szőkeség, a másik pedig az, hogy nő elleni dolgoknak találom ezt, mert azért már elég sok hülye pasival is találkoztam, szóval megjelent ez az igazán degradáló, lekicsinyítő, ha-ha-ha, nem vicces egyáltalán poszt az én Facebookomon. És nekem akkor itt eljött egy határhúzó pillanat. Először néztem, mondom, most mit csináljak, töröljem ki ezt a baromságot.
De azt mondom, figyelj, Eszter, most már ezt nem hagyom szó nélkül, pláne egy olyan embertől, aki, ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de hozzám képest nagyon keveset rakott le az asztalra, nincsenek igaziból iskolái, ez még önmagában nem gond, mert az ismerősöm meg a barátom volt, csak pont engem kell ezzel a szőken ős viccel minősíteni. Tehát most bárkit természetesen, de mivel ez az én Facebookomon jelent meg, az én oldalamon, ezért én ezt teljesen úgy értettem, jogosan és helyesen, hogy ez egy ellenem irányuló szurkapiszka volt. És mondom, na most akkor Eszter, itt van egy olyan ominózus eset, amikor megmutathatod azt az erősségedet, azt a pushback, azt a visszanyomó erősségedet, amit eddig ugye nem igazán tudtam megmutatni, mert ugye félünk mindig határokat húzni, hiszen a határhúzás ugye állandóan konfliktusokkal jár. Sok esetben, mivel embereknek nem tetszik az, amikor mi határokat húzunk, és ugye akkor elbizonytalanodunk, mert nem akarjuk felvállalni azt, hogy ebből potenciális konfliktusok fognak kialakulni. De mondom, nem érdekelnek ezek a rohadt konfliktusok, most én meghúzom a határt, és ahogy ő nekem ezt public, nyilvánosan adta ezt a Facebook posztot, ezt a szőke nős degradáló történetet, hát akkor majd én is public fogok erre válaszolni. Odaírtam, hogy ide figyelj, Alex, ezeket a fasságokat légy szíves, te ne rakd az én Facebookomra, egyáltalán hogy mertél erre bátorságot venni, nem is tudom, mi jár a te fejedbe, hogy ilyen dolgokat, ilyen degradáló, lekicsinylő, leértékelő dolgokat bármelyik nő ellen reklámozol, de főleg ellenem, mert én akkor magamra vettem, mert én így mondtam, 20-szor többet raktam le az asztalra, mint te, szóval engem ne szőkenőzzél meg, az én IQ-mat ne kezd degradálni, és 6-szor több iskolám van, ugye, tudjátok, hogy én nekem azért elég magas képzettségem van, szóval főleg már ennek minősítésében, meg ennek fényében se kezdj engem, főleg ne nyilvánosan semmi ok miatt degradálni, lenézni, lekicsinyíteni, leértékelni. Sajnos szóról szóra nem emlékszem erre a dologra, hogy mit írtam, de elég vaskosan írtam, és ez volt ennek a lényege. Erre az én barátnőm, drága Ibolyám, nagyon köszönöm, azonnal csatlakozott hozzám, és írta azt, hogy ez a mi körünkben, drága Alex, nem divatos viccek, mi ilyenen itt a mi körünkben nem szoktunk nevetni. Hát, én ezt fennhagytam, és mondtam is ott az én visszajelzésemben, hogy figyelj, Alex, ezt az egész undorító posztot csak azért hagyom fenn, hogy lássák az emberek, hogy te miket írtál, hisz ez téged minősít. Meg is jött a válasz, és a válasz azonnal az volt, hogy, ahogy gondoljátok, én, hogy te, Eszter, nyugodtan írhattad volna csak azt, hogy Alex hülye vagy, Alex baromságot írtál, minek kellett így kifakadnod, és hogy egyáltalán ez egy műbalhé, amit te csinálsz, ez egy fake, tehát egy hamis, elitista műbalhé, amit te csinálsz, és a te vélt sikereid sem igazak, és hogy kultúrember így nem válaszol, ahogy én válaszoltam. Hát ugye kultúrember, már ilyeneket nem is rakna egy nő vagy bárki másnak a Facebook oldalára, de ebben nem menjünk bele. És az én drága barátnőm felé is volt egy komment, az én barátnőm már kicsit idősebb, és a képén is látszik, és megszólalt az Alex, hogy hát akkor majd olyan vicceket küldök, ami majd magának is tetszik, drága. Drága. Egy idősebb hölgynek, akit ő nem is ismer, drága. Ezt mondta, ledrágázta. Az, hogy látjátok? Látjátok, hogy mit csinálnak? Ezek a toxikus emberek mit tesznek? Valami hatalmas ütést mérnek rád, valami baromságot csinálnak, megbántanak, amikor te ezt kikéred magadnak, akkor már te vagy a hibás, hogy te ezt kikérted magadnak, ők semmi rosszat nem csináltak, már az egész egy fókusztolásba megy el, hogy te voltál az,
aki rosszul nem kultúrlényként válaszolt. Persze, ahogy mondtam az előbb, kultúrlény már eleve nem rakna ilyet az én Facebook oldalamra, meg senki Facebook oldalára. Én visszaírtam, public, még mindig nyilvánosan, hogy Alex, amit te itt ma produkáltál, az egyedül és kizárólag az elsőtől az utolsó szóig téged minősít. Én azt hittem, hogy ezzel lezárult a téma. Erre megint jön egy válasz, hogy én, Eszter, hogy képzelem, hogy így meg úgy meg amúgy, hogy ez, hogy én milyen kultúrálatlan vagyok, hogy én ez vagyok meg az vagyok, hogy én hogy merészelem, hogy nyugodtan mondhattam volna csak azt, hogy hülye, ha mondtam is, teljesen kikért mindent magának, és utána elkezdte felhánytorgatni azt, hogy ő engem mióta ismer, és hogy én nekem ilyen vélt sikereim vannak, stb. Stb. Az egészet itt leírta. Én ezek után az egészet kitöröltem. Mert annyira felháborítónak tartom pont azt, hogy ők egy nagy sértést mérnek rád, te ezt visszautasítod, határokat húzol, és akkor még mindig te vagy a hibás. Tehát nem az a hibás már, aki a sértést tette, aki a sértést rád mérte, hanem te, aki reagálsz. Na, én ezt az egészet fogtam és letöröltem. Mitád Isten, most, hogy már ugye a Facebookra nem tudja kirakni a következő reakcióit, meg én se reagáltam, most Messengerbe folytatja, de én ezt már nem olvastam el, mert már nem akarom ezt táplálni. Szóval ami engem felháborított itt az, hogy én húztam egy határt, igen, ugyanabban a stílusban, amiben ez a vicc szólt, kikértem magamnak ezt a leértékelő posztot, és akkor már ment a fókusztolás, már egy lavina jött, ennek soha nem lesz vége, ha csak ugye én nem fogok már válaszolni ezekre a dolgokra. A kérdésem, hogy jól tettem, vagy nem tettem? Megéri-e nekünk határokat húzni, vagy nem éri meg? Én szerintem megéri. Megéri, mert a narcisztikus vagy toxikus emberek egyszerűen nem képesek azt felfogni, hogy mindennek van konszekvenciája. Mindennek van, ugye, következménye. Ők nem garázdálkodhatnak csak itt emberek életébe, lelkébe, mint egy átjáróház, hogy most így sértelek, úgy sértelek, ezt mondom, azt mondom, és arra számítva, hogy ezeknek a dolgoknak nem lesznek következményei. Na, én már elhatároztam, és már próbálgattam a szárnyaimat régóta, hogy dolgoknak igenis legyenek következményei. Volt egy másik eset is, amikor hát egy házas ember nagyon elkezdett nekem, ez még régen volt, nagyon udvarolni, és írt nekem egy levelet, hogy milyen jó lenne találkozni, meg mit tudom én. És én visszaírtam, hogy nem, én nem vagyok ilyen, én házas embereket egyáltalán nem veszek figyelembe ilyen kapcsolati dolgokra, úgyhogy ezt fejezze be, ebből nem lesz semmi. Határt húztam, de kimondtam, tehát nem azt mondtam, hogy jaj, most nem, meg jaj, jó lenne, de nem. A határhúzás abból áll, hogy azonnal egy töltényed van, hogy azonnal ezeket visszautasítod, és nem eufemizmusokat gyártunk, és szépen beszélünk, meg mit tudom én, hanem azt megmondod úgy, ahogy van szépen magyarul, alacsony kontextusban. Nem kell a sorok között olvasnia, hanem megmondod, hogy nem, mert neked itt a határ. Mi lett arra a válasz? Én nem vagyok nyitott agyú, én vagyok korlátolt, én biztos, hogy nem szeretem a szexuális kalandokat, hát mondjuk ezzel a pasival meg egyáltalán nem is jutott volna ilyen eszembe, és én visszaírtam, itt abba hagyhattam volna, de nem hagytam abba, mert most jönnek a következmények, és így visszaírtam neki, hogy ide figyelj, azért, mert te félre akarsz a házasságodban, és én erre nem vagyok hajlandó, tehát nem én leszek erre a partner, azért nem én vagyok a hibás. Nem én vagyok a hibás abban, hogy te meg akarod csalni a feleségedet, és bennem erre partnert nem találtál.
ebben egyedül és kizárólag te vagy a hibás, ez a te döntésed, a te döntésed volt, szóval engem ne hibáztasson senki, nekem el semmi közöm. Én vagyok az idióta, vagy nem én vagyok az idióta? Mennyiben érzitek azt jogosnak, hogy mi ilyen nagyon erős határokat húzunk? Én azt mondom, kezdjük el ezeket a határhúzásokat, ne kezdjünk eufemizmusokban beszélni, hogy jaj, így, meg úgy, meg stb. Nevez nevén a gyereket. Ezt én mondom, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Emlékezzetek, amikor határt húzol, és határozottan húzol határokat, mert megmutatod azt, hogy bizonyos viselkedéseknek igenis következményei vannak, ez nem fog embereknek tetszeni. De mi már dögösek vagyunk, mi már dögös ninzsák vagyunk, mi felvállaljuk azokat a konfliktusokat, mert tudjuk, hogy igazunk van, és tudjuk azt, hogy mi bizonyos dolgokat már nem tolerálunk. Azt mondom, hogy amikor kicsi a tétje annak, hogy határokat húzunk, mint például nálam Alexnél, hát most Alex nekem igaziból semmit nem jelent, egy ismerős, meg mit tudom én, akkor használjuk fel ezeket a kis tét szituációkat arra, hogy már bontogassuk a szárnyainkat, hogy hogy húzunk határokat. Mert majd jön a nagy tét, és akkor már helyt kell állnunk. Na, sziasztok! Ma vakáción vagyok, ahogy látjátok, úgyhogy egy nyugis nap lesz nekem is. Nagyon várom a hozzászólásokat, és akkor itt fogunk beszélni. Sziasztok!